Ez is egy nagyon jó pillanat, amikor a stáblistán látja az ember a nevét. De a legjobb talán az, amikor a díszlet elkészül, és a Art Department elégedett, és hát látjuk, hogy a stáb birtokba veszi a díszletet, és elkezdődik a forgatás. Aztán van még egy nagyon jó pillanat, amikor látod azt a filmet, amiben dolgoztál, és látod a munkádat a filmbe. Ugye van egy elképzelése az embereknek arról, hogy a díszletek azok ilyen papírmassék általában, meg hogy a dűnéhez sok homok kell, de közben meg rengeteg ember, amit megnéz a néző a moziba másfél-két órába, azon mi hónapokat dolgozunk 80-100 emberrel. Ez egy ilyen érdekes kettősség, hogy nyilván amikor a moziba nézi a néző, akkor erről nincs tudomása, és nincs fogalma, hogy milyen energiák és mennyi alapanyag felhasználásával készülnek ezek a díszletek. 22 éve nem jártam ezen a tetőn. Itt a Rákóczi út és a Múzeum körút sarkán vagyunk. A Spy Game című filmnek egy jelenetét forgattuk itt. Azt a jelenetet, amikor a kémek feljönnek a tetőre beszélgetni, mert itt biztos, hogy nem hallgatják le őket. Ehhez kellett nekünk ide építeni egy körülbelül 25-30 négyzetméteres trepnit, aminek a tetejét bádog lemezzel, korcolt fedéssel kellett lefednünk. Ugye amikor ehhez a helyszínhez értünk, körülbelül délután 4 óra lehetett. Mire én felértem a tetőre, akkor már igen feszült volt a hangulat, mert itt ezen a helyen állt Tony Scott, és a stáb pedig azon az oldalon, és kiderült, hogy a rendező szerint nem megfelelő a méret ennek a trepninek, ennek az emelvénynek, hanem szeretné, hogyha ezt a hátsó részt is megemelnénk itt ezt a 100-150 négyzetméteres felületet még ugyanerre a szintre. Ma filmnél tanították, hogy rendezőnek nem lehet nemet mondani, és mindent meg kell tenni a film érdekében, ezért erre aztán azt válaszoltam, hogy igen, megoldjuk. És akkor innentől kezdődött a szervezés, mert meg kellett szervezni az anyagot, ki kellett nyitatni a raktárat, teherautóra pakolni az anyagokat. Rendeltünk egy autódarut, ami itt a sarkon letalpat, lezárták itt a sarkon egy sávot az útból, és akkor letalpat a daru, onnan, vagy azzal emeltük föl az anyagokat ide a tetőre. Hajnalra végeztünk az emelvény építésével, reggel tudtuk megvenni a bitumenes lemezt, és 9 óra körül érkeztek a szigetelők, szigetelő szakmunkások, akik leszigetelték a tetőt, 1 órakor pedig érkeztek a festők, akik az időjárás által már megkoptatott, megöregített felületeket lemásolták, tehát átültették a mi általunk épített és leszigetelt felületre, tehát megöregítették, megpatinázták azt. A nézők nem is gondolják, hogy egy-egy jelenet mögött néha milyen történetek vannak. 1986-ban léptem be a filmgyár udvarára először. Láttam, hogy különleges helyen járok, mert a Várkonyi Zoltán szobra, a Szász Endre kép, a műterem, 1-2-es műteremnek az oromfalán a felirat, hogy itt készült az első hangos játékfilm, az mutatta, hogy itt ez egy különleges hely, és a udvaron is nagy volt a nyüzsgés, és elvarázsolt a hangulat. A díszletépítészeti osztályon ott szeretettel fogadtak, megmutatták a műhelyeket, a műtermeket, találkoztam a vezetőkkel, és aztán felvettek. Albérletet kerestem, és szeptember 8-án állt a munkába. Sokszor, amikor szorít minket a határidő, akkor a harctéri idegesség leszúr rá a kollégákon, és mindenki törekszik arra, és mindenki egy célért dolgozik, hogy elkészüljön a díszlet. Olyankor nem baj, hogyha van egy jó stressztűrő képessége az embernek. Hát igen, és arra készüljön föl, hogy szerintem, ha egyszer elkezdi, akkor ezt nem tudja abba hagyni, legalábbis én így jártam, mert 87-ben, amikor beléptem a régi maffiamba, ha ezt ki lehet mondani,
Én azóta visszakanyarodtam a szobafestéshez, de már ez azért más. Ez egy ilyen kihívások. Reggel azt sem tudom, hogy mit kell csinálnom, de meg kell oldanom. Szóval repedjen, és azért tulajdonképpen mi mindig az anyagokkal küzdünk, hogy melyik anyag most hogy fog viselkedni a másikon. Állandóan kísérletezgetünk, hogy melyik a jobb anyag, hogy lesz szebb. Ugye itt azért rosszat, csúnyát néha szerintem nehezebb csinálni, mint szépet. Az ajtólapot nagyon szépen le lehet mázolni, de amikor azt mondják, hogy hát ez legyen csúnya, meg ennyi éves, meg annyi éves, meg ott csattanjon, meg itt rohadjon, az nekem az a kihívás, az a feladat. Az Art Department által készített díszlettervek, azok azt a díszletet tartalmazzák, amit ők látni szeretnének. A tartószerkezeteket, azokat nekünk kell meghatározni, hozzátervezni és kivitelezni. Tehát úgy kell elképzelni, hogy van egy tartószerkezet, és annak van egy belső héja, ezt a belső héjat tervezi meg a díszlettervező, tehát ott van egy, ha egy szobáról beszélünk, akkor nyilván le van rajzolva a szobának az alaprajza, vannak benne ablakok, ajtók, vannak rajta szobrász motivumok, ezeket mind tartalmazzák a díszlettervek, de a hátsó szerkezetét, hogy ez hogy épül meg, és hogyha ez 10 méter magas, akkor milyen tartószerkezetet kell hozzá tervezni vagy építeni, ezeket nem tartalmazzák a tervek. Az elmúlt éveknek a filmjei, a filmek mennyisége, hogy Magyarországra átkerült ugye a Csehországból a filmgyártás nagy része, ugye csak az angol, Angliába maradt meg még jelentősebb filmgyártás Európába, és Magyarország ugye mindig hallani, hogy a Európában a kis Hollywood, ezek a információk alapján mondhatjuk azt, hogy mi itt a európai élvonalhoz tartozunk már. Próbáljuk elérni, hogy ezen legyen egy vastagság, mivel hát új fából dolgozunk, de a díszlet réginek kell tűnni, és azért, hogy minél több, mintha minél több réteg lenne rajta, legyen mi megcsattanjon ezen a felületen. Rászárad a bécsi, és meg fog repedni, mint azt majd későbbiekben megmutatom. Ez meg én tőlem repett így vissza, mert ezt én titokban megspaklizgattam. És egyébként ezt, hogyha még most meghőlégfúvóznám, akkor még jobban szétnyílna. Tulajdonképpen ez lehet, hogy holnapra csodálatos, meglepő módon, mire jövök reggel, így szétnyílik. Magától azért ez az anyag még dolgozik. Megmutatunk most egy faerezett festést, ami azt jelenti, hogy nem egy meglévő fát festünk le, pácolunk le, és akkor annak a valós erezetét fogjuk látni, hanem itt sokkal nagyobbak a lehetőségek. Nem van alapozva egy tábla, ki van ragasztva, és most fölkenjük rá a szint, egy pác szint, amit természetesen kép alapján választhatunk. Van ez a folder gumink, ebben belehúzzuk a mintát. Félre rakjuk, megszárad, és utána átragasszuk. És rárakjuk a másik réteget. Szépen felébe kenjük az egészet. Lelakozott, megszáradt végtermék. Újra főszereplő az MDF lemez, ami le van alapozva arra a színre, ami a márványnak az alapszíne kell, hogy legyen. Az egy nyilván kiválasztott, az Art Department által kiválasztott szín. Különböző zománcok vannak bekeverve, lakbenzin segítségével fel van higítva, és a víztükörre ráfröcsköljük a kiválasztott színeket. És a víztükrön megkeressük azt a pontot, ahol belemártjuk a lapunkat, és felvesszük ezt a hártyát a víztükörről. Ugye a faj súlyánál fogva a zománc felül marad a víztükrön. Most a Máriási műteremben vagyunk Fóton. Itt építjük a Hunyadi című filmnek egy díszletét, a Tróntermet, de
megépítettük már a Huszárik műteremben felépítendő lovakteremnek a falait is, mert az a gyártási terv szerint elő fog forgatni, ezért előkészítjük, időt próbálunk nyerni, a falakat felöltöztetjük majd szobrász munkáilag is, és akkor a kész falakat már csak fát kell vinnünk és felállítani. Körülbelül 2 hónap az idő, amíg megépítjük ezt a díszletet. Ez változó, mert a háttérműhelyekben is dolgoznak emberek, a nyilázárokat az asztalos műhelyben készítik elő, a szobrász elemeket a szobrász műhelyben, de mondhatjuk, hogy átlagban olyan 40 ember, aki dolgozik egy ilyen díszleten. A terveinknek megfelelően az elmúlt 6 hétben elkészült a lovakterem, itt állunk most bent, ez a mi kis varázsdobozunk, mert ha kívülről megnézzük, ugye egy favász szerkezetű doboz, de ha belépünk, akkor itt egy kőfalas lovaktermet látunk, kőpadlóval, ólomüveg ablakokkal, de itt semmi nem az, aminek látszik. A Máriási műteremben, ahol 6 héttel ezelőtt álltunk, ott elkészült a trónterem, ott volt egy kis változás, befejező festő és díszítő festő munkák folynak most. Hogyha a forgatás lezajlott, akkor a válaszfalat kivesszük, a kandallót kicseréljük cserépkályhára, falakat mozdítunk el, ülőfülkéket alakítunk ki, és akkor az eredeti legtervezett tróntermet fogják ott forgatni. Megérkezik a stáb, felkapcsolják a lámpákat, és elindul a forgatás.